át a Bucsinon Gyergyó-Szentmiklós felé. A jó előbb Parajdon még 7 fok volt, és havat abszolút nem láttunk. Hát itt már nekiálltunk ugye a görgényi havasoknak, mert ugye ott található ez a Bucsintető. Ugye az emberek 90%-a nem tudja, hogy a görgényi havasokban van, azért is mondom. És itt az úton lehet látni, hogy míg Parajdon ugye eső esett, itt ugye havazott, vagy ilyen havas eső esett, mert az úton megmaradt valami. A kisfilmünk elkészítését támogatta az Erdélyi Túrák magazin, amit megrendelhettek online a honlapunkon keresztül. Ami, hát mondjuk remélem ez nem ónos eső, nem csúszik. Mégis eddig még nem vettem észre. De itt látjátok a nyomot is, ugye? Hát ez inkább olyan havas eső lehet szerintem. Hát majd folytatjuk tovább az utunkat a Bucsintető fele, sőt itt már világosabb is van, Midori, az előbb Parajdon még olyan sötét volt. Hát ugye csak jövünk egyre följebb és följebb, és nem jut eszembe fejből, de olyan 1100 méter körül van maga a Bucsintető. Úgyhogy hát itt a fákon sincsen hó. Na, maradjatok velünk, és hát egyre feljebb és feljebb érkezünk. Itt már az út mentén is lehet látni a havat, amit ugye összedúrtak, úgymond. Ledúrtak az útról, meg itt szerintem bőven van már a el is olvadt, ugye. Szerintem egy 20 centi minimum van mindenhol. Hó, hát ugye a fákon nincsen. De majd egy kicsit még följebb érünk a legmagasabb hotra. Patakon patak meg jól meg van áradva. Nézed, Dórin jobb oldalon. Hát szép-szép így is, de úgy a szép, úgy lenne szép, hogyha a fák is tiszta havasak lennének. Na, akkor majd folytatjuk megint egy kicsit később. És itt is van a Csini sípája, hát nincsen senki. A jó előbb a Bogdán sípájánál viszont láttunk rengeteg autót. Hát itt meg jó pár centi, nézed, ilyen hókása van az úton, Dóri. Mondjuk a fákon nem maradt meg a hó, de ott följebb vannak autók, látod? És ott nem maradt meg a hó, hát ez inkább ilyen hókása. De esett egy jó pár centi. És hát a hőmérséklet ugye lent Parajdon 7,5 fok volt a legtöbb, amit néztem, meg ugye esett az eső, itt meg most 0 fok van. Most egy picikét talán éreztem, hogy az autó nem csúszott, de hát jó kis kanyar, visszafordító kanyar volt. És nem sokára fölérkezünk a tetőre. Na majd onnan folytatjuk még, ne menjetek sehova, és ne felejtsetek el ide feliratkozni a YouTube csatornánkra, és egy megosztással támogassátok legalább a munkánkat. Nézd, itt megint látod, hogy pattog a szélvédőn, ez ilyen havas esőféle, amit potyog most. Nem hó, inkább ilyen havas esőféle. Csak úgy kopog, vagy jég, nem is tudom mi ez. Hú, láttad ezt a kocsit szemben, hogy megcsúszott? Nem. Mi? Nem. Még a nyomát is. Ez, hogyha ez hó esne, itt halljátok, akkor az elég komoly lenne. De ez inkább, mondom, ilyen havas eső. Na most meg az előbb kiderült, most meg beborul, vagyis bejövünk egy pára felhőbe. És ahogy mondtam is, közben meg iratkozzatok fel ide a YouTube csatornánkra. Ez szépen nekiállt esni. Hát Magyarországon ilyenkor már ítéletidő van. És a közútkezelők melegednek a vackukban. Hogy
mondjuk, amióta Parajdról elindultunk, még nem találkoztunk ilyen hókotróval vagy valamivel, de még nem olyan vészes az út szerintem. Kíváncsi vagyok, ugye a Gyergyói medencébe átérkezünk, akkor milyen lesz az időjárás. Na, de nézzük, itt van a tető, a legmagasabb rész. Még innen Gyergyó-Szent Miklós 30 km. De szépen néz a Dória. Az út mellett néz mekkora hó van. Azt a neki. A házakon is nézed? Látod? Van vagy 30 centi hó biztos. Nézd, de ott meg még süt a nap. Tényleg, az előbb jól mondtad, hogy még sütni fog ránk a nap. Arra lehet látni, hogy hogy világosodik. Hát sajnos ugye ez az útnak útban nincs olyan szépség, hogy mint tudom én, panoráma. Még ez a görgényi havasok, ez úgy képzeljétek el, hogy ez akkora, mint mit tudom én, fél Csongrád megye. Tehát nem kicsi. És hatalmas, tehát ez a görgényi hegység, görgényi havasok. És nem is csoda, hogy eljövünk itten pár kilométert, és ilyen időjárás fogad minket. Ez nagyon keményen neki áthallod. Na most lefele se lehet száguldozni, mert ugye fölfele emelkedő, kanyarok, meg ez az út is, és de viszont lefele meg ugye nem akarom, hogy megcsúszson az autó. Na jó, van, elköszönök tőletek, még Gyergyó környékéről is, vagyis Borzon környékéről is majd csinálok egy-két felvételt, amit majd folytatólagosan nézhettek. Hát körülbelül fél óra elteltével át is vágtunk már a görgényi havasokon, és amit látjátok, ugye itt annyi fa sincs, elég szépen ki is világosodott. Nem sokára ugye Borzonba érkezünk, és most már ugye gurulunk lefele a Gyergyói medencébe, és már itt is nincs is akkora hó. Kíváncsi vagyok, hogy lent ott Gyergyó-Szent Miklós környékén van-e hó egyáltalán. És itt vagyunk a Baric kanyarba. Nem tudom, kiről nevezték el. Aki tudja, az írja meg. És ismét emelkedett a hőmérséklet. Másfél fok van. Ugye Parajdon volt 7,5 fok. Fent Bucsitető környékén a leghidegebb volt 0,5 fok minuszba, itt meg már most másfél fok van megint pluszba. Hát egy-két időjárási zónán ugye átjöttünk, de ahogy mondtam is nektek, ez a görgényi havasok is akkora területű, mint fél Csongrád megye, na ez a Baric kanyar. Ez egy jó kis visszafordító, ugye, ahogy jövünk Gyergyó-Szent Miklósról Parajd fele, szinte végig egyenes az út, és aztán itt van egy visszafordító. És itt van, Isten hozott, Borzonton. Na, ezt a kis falut, ezt nem tudom, miről nevezték el. Sok volt a borz, de itt meg itt nézzétek, neki áll, itt most már eső. Fent pedig, amit láttátok, olyan jeges dara esett, vagy havas eső. Hát ott szemben egy kicsit a gyergyói havasokat is látjuk ugye a felhők között, ott fehérlik. No, de én elköszönök tőletek, tartsatok máskor is velünk itt a YouTube-on, és ne felejtsetek el feliratkozni. Szép napot kívánunk nektek, Dóri és Péter voltunk az Erdélyi Túráktól.